Ismét élettel telt meg a Kemence Egyesület udvara június 12-én. Egész nap nagy volt a sürgés forgás a szabadtéri konyhában, hiszen a Gasztronómiával a Közösségekért című pályázat keretében a szervezők hagyományos ételek készítésére várták a helyieket. A többféle ízű kalács is a finomabbnál finomabb rétes mellett a Dunaszentmiklósi Rákóczi Vadásztársaság jóvoltából finom szarvaspörkölt is készült. Azt gondoltuk, hogy ezek az ételek, egyrészt ezek a sütemények, ezek a szinte mindennapi konyhában föllelhetőek, de nagyon sokan nem tudják, hogy hogy kell elkészíteni, úgyhogy ezt a tudást osztják meg velünk a Komáromi Nőklub tagjai, illetve régen a magyar konyhában nagyon jelentősek voltak a vadételek. Gondoljunk csak arra, hogy a királyaink, illetve az előkelőségek asztalán nélkülözhetetlen volt, hogy egy vadétel megjelenjen, így ezt a vadászok biztosítják ma számunkra, hogy megtanítják, hogy hogy kell elkészíteni az igazi szarvaspörköltet. A Komáromi Nőklub tagjai szombaton már kora reggel nekiláttak a konyhai munkálatoknak. Almát reszeltek, tésztát dagasztottak, és nagy rutinnal nyújtották a rétes tésztát. Serényen dolgoztak, hogy a programra érkező családokat hagyományos ételeikkel megvendégelhessék. A Komáromi Nőklub szorgos asszonyai mindig nagy örömmel vesznek részt a közösségi programokon, pláne ha sütésről, főzésről van szó, hiszen ez, mint látható, az ő asztaluk. Reggel 8 óra óta itt vagyunk, igen, és akkor begyújtuk a kalácsokat, csinálunk fonyott kalácsot, kakaósat, és csinálunk meggyes almás rétes sütünk, úgyhogy a asszonyok itt nagy lázban dolgoznak már, itt már kezdünk már lassan berakni, sülni, úgyhogy mire jönnek délbe vendégek, addigra már elkészül. Milyen érzés most így a Covid elmúlta után újra együtt lenni? Hát most nagyon örülnek az asszonyok, hogy végre már ki tudtunk szabadulni ebből a Covid járványból, és tudunk találkozni, úgyhogy reméljük, hogy most már jobban össze tudunk jönni, és majd jövünk, a Ildikó meghívott bennünket 21-én is, mikor lesz az átadás a termének, és akkor is jövünk át. A szarvaspörkölt lassan elkészült, a programra látogató családok kedvükre kóstolhatták a finom hagyományos ételeket. Mint minden programunk, ez is ingyenes. Mindenkit szeretettel várunk, hogy ezeket megtanítsuk, ezeket a különlegességeket és hagyományos ételeket is egyben elkészíteni, és hát nyilvánvalóan, hogy itt is egy közös ebéddel fog zárulni ez a mai nap, mint majd a többi rendezvényünk is. Reményeik szerint a pandémiás helyzet elmúltával újra beindul az élet a Kemence Egyesület házatáján. A jövőben közösségi befőzést, illetve savanyúság készítést tartanak majd. Szeptemberben a projekt zárásaként egy családi nap keretében főzőversenyt rendeznek. Továbbra is várják azokat a jelentkezőket, akik egy saját specialitású ételüket megosztanák a helyiekkel, hiszen a Gasztronómiával a Közösségekért című pályázat végén egy közös szakácskönyvet is kiadnak majd a kemencés konyhában bemutatott hagyományos ételek receptjeiből.